Szervusztok! 2023. augusztus 1-e van. Augusztus 1-e van, és a mai napon nagyon sok hír volt. Ennek ellenére úgy kezdtem a napot, hogy ma valahogy nem fogok rendkívüli bejelentkezéssel megszólalni, mert itt a nyár, és a szabadsággal, az üdüléssel is foglalkozni kell. Pedig a hírek között nagyon sok fontos hír volt. Fontos hír volt, mert például a mai naptól szűntek meg az árstopp szabályozások, és egyébként, miután jelenleg Ausztriában tartózkodom, elmentem több osztrák élelmiszer áruház láncba megnézni, hogy a magyar árstoppos termékeknek mennyi az ára. De most nem erről fogok szólni. Pedig elmondhatnám, hogy árstopp nélkül Ausztriában a legtöbb magyar termék olcsóbban kapható meg ma, mint amennyiért az árstopp felszabadulása után otthon megvásárolhatjuk, vagy amennyire akár tegnap is megvettétek. Az is egy hír lett volna a mai napon, méghozzá fontos hír, hogy Európában egyedül Magyarországon a magyar államnak, a magyar kormánynak nincsen a mai naptól női tagja. Egyetlen egy sem. Én azt gondolom, vezetés elméletet nagyon sokszor tanítottam a világ számos egyetemén és akadémiáján, és elmondhatom, hogy aki úgy gondolja, hogy a munkatársai között nincs szükség nőre, hanem csak férfiakkal fogja meghozni a sorsdöntők döntéseit az ország számára, az valóban egy vezetésre alkalmatlan személy. Nem érti annak a fontosságát, hogy nem csak a női nem megkülönböztetésének a tilalmáról van szó, hanem hogy ez nem lehet, ezek az elgondolások. Ha belegondolok még mellette, erről is majd biztosan lesz majd egy külön adásom, amikor azt mondom, hogy valahol egy szemüveget föl kell venni, hogy megállapítani, hogy mi az a homofób gondolkodásmód, ami Orbánra jellemző, a kormányára egyébként nem lenne jellemző, csak az ők lakályok, egy olyanok, akik onnantól papagáj módjára ismétlik a főnököt, mert addig van hatalmuk, amíg Orbán Viktornak van hatalma. Az ő homofóbiája mögött egyébként bennem nem egyszer, nem kétszer a tapasztalatom alapján felrejlik az a személyiséged is, hogy általában, ha valakinek valamilyen problémája van önmagával, de azt az önmagának azt a személyiségjegyét gyűlöli, akkor lesz az a saját személyiségének a legnagyobb ellenfele kiterjesztve az egész társadalomra. Nem tudom, hogy Orbán Viktornál így van-e, de nem zárom ki. Nem zárom ki, ha csak arra gondoltok, nem olyan régen vetítettem nektek, Bódi János szövegével, Konzsus előadásában, hogy mi lett veled Orbán Viktorról, és annak is van egy betétje, és nyilván van mögötte tartalom, amikor Konzsusa énekli a fiatal Orbánnak, hogy azt hallottam rólad, a szomszéd lány mesélte, hogy te milyen durván udvaroltál neki. És akkor is elmondtad, hogy neked a hatalomra van szükség, a jó szóval, a szép szóval nem mehet semmire. De ezek mind lesöprődtek. Lesöprődtek, mert az bár nem volt ismeretlen a számomra, hogy egy ilyen döntés közeljövőben várható, de az időpont az meglepett, és hiszen a nyár közepén vagyunk, tehát a legfontosabb turista időszakban vagyunk. És az időpont azért is meglepett, mert bármikor történt volna az Egyesült Államoknak ez a bejelentése, ez olyan, mint egy olimpiai futószámnál, vagy úszószámnál, vagy bármin a startpisztoly. Eldördült a startpisztoly. Meghozta az Egyesült Államok az első olyan döntését a szövetségi rendszeren belül, amely egyfajta figyelmeztetés, már nem figyelmeztetés, elnézést. Eldördült a startpisztoly. Eldördült, amikor az Egyesült Államok bejelentette, hogy mostantól a magyar állampolgárok nem utazhatnak be az Egyesült Államokba. A képen láthatjátok, stop Magyarország. Stop a magyar állampolgároknak, valamennyiünknek, büntetés gyanánt. Büntetést egy szövetséges tagállamtól, nincsen rá példa. Nincsen rá példa, egy büntetés, és azt mondja, hogy nem, a magyar állampolgárok nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. És ezt a nemzetbiztonsági kockázatot Orbán Viktor alakította ki az elmúlt években. Egyrészt a magával az önkényuralmi rendszerével, ez már önmagában azt jelentette,
Ezzel már foglalkozott régóta a NATO, hiszen és az Unió is, mert a legkényesebb, bizalmas információkat a titkosszolgálatok hosszú évek óta nem osztják meg a magyar titkosszolgálatokkal. Hosszú évek óta. De az, hogy a titkosszolgálatokon kívüli, a társadalom egészét tekintve, a magyar társadalom állampolgárok összességét tekintve nemzetbiztonsági kockázat legyen, ez azt jelentette, hogy elindult Magyarország felfüggesztése vagy kitaszítása abból a nyugati baráti közösségből, ahova mi tartozni szeretnénk, ahova a magyar társadalom többsége tartozni szeretne. De ha otthon ülünk, ha valamennyien otthon maradtok, ha valamennyien a fotelban ülve várjátok, hogy ez valahol majd egyszer meg fog szűnni, nem fog megszűnni. Az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak, a fejlett nyugati világnak ez a pici ország, ami nekünk a mindenünk, az a mi hazánk. Ez a pici ország nem jelentheti, az sokkal nagyobb gondot számára, jelentene számára, hogy itt valamilyen módon átalakítsa a rendszert, valamilyen módon olyan nyomásokat, egyebeket hatal, hogy problémát, hogy ezt a problémát tovább foglalkoztassa, ennél sokkal egyszerűbb, ha egyszerűen kizárja ebből a közösségből. Ez egy egyszerűbb döntés. Nekünk szörnyű, de a fejlett világnak van elég problémája. Az orosz agressziótól kezdve a klímavédelmen át, a természet hihetetlen ereje, Kína megerősödése, ez a nagyon sok minden. Nem tudjuk, hogy India a demokrácia útját választja, vagy inkább a kínai útat, vagy inkább az orosz út irányába alad el, és ma ő a világ legnépesebb országa. Már az Indiában többen élnek, pár tízmillióval, több mint 1,4 milliárdan, mint a Kínában, és míg Kínában ez egy picit visszaszorulóban van, Indiában növekvőben van, tehát ez a távolság nyilvánvalóan nőni fog. Van itt elég probléma, hogy ezzel szemben Magyarország a maga 9,5 milliós lakosságával nem osz, nem szoroz. Nem szoroz ebben a rendszerben. Nekem szörnyű, nektek, nekünk szörnyű. Orbán Viktor és kormánya az első reakcióban nyilván ő is tudott róla, hiszen több mint 2 éve, 3 éve talán már. A háttértárgyalások folyamatosan szólnak arról, hogy sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok, és még egyébként több állam, Kanada és a többiek is felvetették, hogy számukra nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy Magyarország a kétes politikai partnereinek és kétes üzleti partnereinek, a korrupcióban és a politikai háttérzsarolásban résztvevő partnereinek szabad utat biztosít a fejlett világba, az Egyesült Államokba, Kanadába, az Európai Unióba, belépési lehetőségeket. A valós ok és a valós hatalmi probléma, tehát a valós kifogás végig az volt, hogy az Orbáni rendszer, az Orbáni kormány ezt ne gyakorolja. Ezek a letelepedési kötvények, amiből több tízezer egyébként nyilvántartott bűnözők, nyilvántartott kémek a fejlett az Amerikai Egyesült Államok hírszerzése szempontjából, vagy akár a nyugati hírszerzés szempontjából is, több nyilvántartott kém, orosz befolyás alévő emberek. Gondoljatok csak a nemrégiben bezárt, de előtte erővel idehozott orosz kémbankot. Annak minden vezető és munkatársa kiemelt diplomáciai státuszt kapott Magyarországon, ami azt jelenti, hogy még csak nem is úgy mehetett szabadon az Európai Unióba vagy bárhová itt Európában, ahogy mi magyar állampolgárok, hanem még egy diplomáciai védelmet is oda tett mögéjük Orbán Viktor. Ezek a kétes emberek, kétes üzleti és politikai partnerek strómanok a bűnben, strómanok a korrupcióban, a nemzetközi korrupcióban, ezek a személyeknek a kétes státuszai mögé odaállt magyar kormányzati döntések, idegenrendészeti döntések voltak azok, amelyek azt mondták, hogy ha már megteszed, nem teheted meg, de ha már megteszed és nem hallgatsz ránk, akkor az adataikat tessék átadni. Tessék rámunkra rendelkezésre bocsájtani, hogy kik azok, teljes körűen, akik olyan státuszt kapnak, amelytől ők szabadon bejöhetnek hozzánk. Orbán Viktor a legkevésbé, a magyar szimpátiával legjobban támogatott és legkevésbé
kifogásolt kört a kettős állampolgáraink adatainak a magyar állam által minden áron, akkor is, ha megszűnnek a vízummentességek, ha kizárnak minket a Schengeni egyezményből, csak hogy értsünk alatt, és akkor onnantól kezdve mi is vízummal kell, hogy közlekedjünk majd az unión belül, tehát hogy a határainkon át kell tudni, mert igazolnunk kell természetesen, igazolnunk kell az uniós tagságunkat. Tehát, hogy ha ebbe a körbe, ez a lépés sorba bekerülünk, akkor azt mondjuk, hogy ha ők biztosítják, hogy ezek a dokumentumok a magyar állampolgárok, ő hozzájuk bemehessenek, hát, hogy kik jönnek vendégségbe az Egyesült Államokba, kik jönnek vendégségbe Kanadába, kik jönnek az unió tovább összes többi tagállamában. Orbán Viktor ezt úgy mutatja be, mint hogyha valami szörnyűség lenne, ha valaki azt mondaná, hogy egy olyan egységes információs rendszer birtokában akar lenni az Európai Unió és az Egyesült Államok is, ahol tudja, hogy kik rendelkeznek ilyen a határvonalon, hogyha ott át akarna valaki menni, vagy bármiért Ausztriában, Németországban megállítják és ellenőrzik, a nála névő dokumentumok alapján, hogyha el akarják dönteni, ki az, aki bejött hozzánk. Ki az, akinek ez a gaz politikai autokrata, bűnszervezeti vezető hivatalos állami papírokat biztosított. Mindenfajta ellenőrzés nélkül, illetve volt ellenőrzés, az én bűntársam kategóriája. És ennek az idegenrendszer hivatalnak, külügyminisztériumnak, stb. A megfelelő háttér dokumentumokat a részükre biztosítani kellett. Orbán Viktorik ezt nem adták meg. Nem adták meg, és a tárgyalások egyre-egyre erőteljesebbé váltak, hogy ennek következménye lesz, mert ez nemzetbiztonsági kockázat, ami mára bekövetkezett. Orbán Viktor természetesen nem a valós okokra hivatkozik. Az orbáni kormányt a napokban, ma este a híradókban, az M1-en, holnapi naptól kezdve a lakás szakembereiken, idézőjel a szakember egyébként, szakembereinek a nyilatkozataiban azt fogjátok hallani, hogy milyen emberi jogok fűződnek ahhoz, és milyen kockázat lenne, ha Ukrajnában az ukrán állam, vagy Erdélyben a román kormány megtudná, vagy Szlovákiában a szlovák kormány esetleg megtudná, hogy kik azok a kettős állampolgárok, akiknek Magyarország kettős állampolgárságot és szavazati jogot biztosítan. Mintha nem tudnák mindenkiről. Kivétel nélkül nem tudnák, mikor nyíltan mentek a szavazatgyűjtések, a levélszavazatok a 2022-es választáson. Amikor kocsival, busszal, stb. Hordták Magyarországra a kettős állam. Mintha ez nem lenne ismert adat. De nem ez a lényeges. A szemüveget, a korszemüveget felveszed, akkor azt kell megérteni, hogy szeretnéd-e tudni, hogyha egy barátod elhoz hozzád valakit, akkor az kicsoda. Tehát ha be kell enged, be akarod, azt kérd, hogy engedd be a lakásba, jön velem a valaki. Ugye, akkor jogod van-e tudni, hogy a te lakásodban az a valaki, kit akar behozni. Pláne ha még annak a gyanúja is fönnáll, hogy az a barátod egyébként a maga területén egy bűnszervezet vezetője, tagja, stb. Ezért erős a gyanú lehet abban, hogy akit ő magával akar hozni, az a bűnszervezetének egy másik tagja. Az észév és ahhoz kapcsolódó személy. De ettől függetlenül bármilyen demokratikus jog van. Biztosítani lehet, és biztosítani kell olyan egységes információs rendszert, megjegyzem a NAV információ, az adóhivatali információk is, az Unióban már megosztottak. Tehát ezek nem védett információk, a védett az, hogy ne lehessen külön feltétlenül bizonyos dolgokat gyűjteni, tehát megkülönböztetni, hogy például kinek milyen a vallása. Ez tiltott lenne a népszámlálásokban is, de higgyétek el, az Orbáni rendszer a háttérben, a népszámlálásban, amikor most megkérdezte ezeket az érzékeny adatokat, ki is gyűjtötte. Ez látszik, amikor egy-egy választ ad Orbán Viktor mondjuk egy napirend előtti, vagy egy azonnali kérdések órájában, mikor a felszólaló ellenzéki képviselőnek olyan választ ad, amely információknak nem lehetne a birtokába. Teljesen egyértelmű az Orbáni háttér, államigazgatási rendszer minden törvényes és minden törvénytelen információt korlátlanul átad a politikai hatalom az Orbáni bűnszervezet részére.
Hát én azt gondolom, hogy ez az augusztus 1-e így valóban egy kiemelkedően fontos nap a történetünkben, és egy kiemelkedően figyelmeztető nap. A minap jeleztem, hogy micsoda lehetőség a 2024-es választáson, ahol az Európai Uniótól kikövetelhetjük, hogy az Orbáni rendszer az uniós választásokkal alakítsa át úgy a magyar jogszolgált, igazságszolgáltatást és választási rendszert, hogy a magyar emberek a saját akaratukat felismerve és egységes lehetőséggel élve, tehát hogy elérhessék azt, hogy tudjanak menni szavazni és felismerhessék az érdekeiket. Minap azt mondtam, ez a legfontosabb információ. Ma ez a másik legfontosabb információ. A folyamat beindult, és csak mi magyarok tudjuk megállítani, ameddig tűrjük Orbán Viktor rendszerét, ezek a lépések napról napra szaporodni fognak, és higgyétek el, az Európai Unión és a NATO-n kívül fogjuk találni magunkat nagyon rövid időn belül, pedig nem kellene, hogy így legyen. Ha egyetértetek vele, akkor kérem, hogy ezt a bejelentkezést is kiemelt osszátok meg, minél többen osszátok meg. És ha úgy gondoljátok, hogy ezt a folyamatot, annak a valós szemüvegét továbbra is követni akarjátok, és még nem vagytok követői az oldalnak, tegyétek meg, hogy rákattintotok a követésre. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok. Én nagyon el vagyok keseredve. Az alaptermészetem rendkívül optimista és romantikus. Ez azt jelenti, hogy ebben a nagyon elkeseredett helyzetben is hiszek benne, hogy ez a szikra, az fölébred, az nagyon hamar fölébred, mert valaminek, például egy ilyen bejelentésnek a tüzet be kell legyújtani. Köszönöm, szervusztok, további szép napot, szép hetet kívánok!